Komáromi Zoltánnal folytatjuk, mert ahogy azt megígérte a Fidesz, most az eredmények bemutatásának az ideje jött el, és ezt a Magyar Idők meg is kezdte, többek között az egészségügyel foglalkozik a lap, és egy olyan számot tegyünk helyre, jó reggelt kívánok, ami arról szól, hogy úgy fogalmaztak, hogy mondjuk 2009-ben még 1000 milliárd forintot sem szánta az előző kormánya az egészségügyi kiadásokra, miközben idén már több mint 2900 milliárd forint áll rendelkezésre, és akkor sok-sok statisztika arról, hogy az OECD országok között milyen jól teljesítünk, miközben ugye naponta látjuk azt, hogy milyen problémák vannak az egészségügyben, kórházakban, gyermekosztályt zárunk be. Ez a kettő hogy lehet együtt igaz? Hát úgy, hogy két esély van. Az egyik az, hogy fogalmuk nincs a nyilatkozóknak és az erről író újságíróknak, hogy milyen számokról beszélnek, mert az a 999,6, ez 2009-ben a kórházakra költött pénz, a 2905, ez pedig az összegészségügyi kiadás, tehát eleve az almát a körtével, vagy pedig egy szőlőszemet a fürttel hasonlítanak össze. A másik, ami ennézére most számoltam ki, mert most tudtam, hogy mi lesz a reggeli interjúnak a tárgya. A 2009-ben az összműködési és fejlesztési költségnek a 64%-át költötték kórházakra, 2017-ben 72,6%-át költötték kórházra. Igen. Magyarul mindenhol a világon a lakosság közeli ellátást fejlesztik, az alapellátást, az otthoni ápolást, a járóbetegellátást, egyebeket. Itt nálunk a kórház fele megy el a hangsúly még jobban. Nem azért, mert ott vannak a legláthatóbb problémák? A látható probléma itt már mindenhol van, bármerre tekintünk, de ez az ábra tipikusan fideszes hazudozás, ugyanis az is látszik benne, hogyha összeadjuk, illetve megnézzük, hogy évről évre mennyivel növekedtek ezek a költségek a kórházi szférába, akkor mivel van egy 250 milliárdos visszaesés is azért, amiről ugye nem beszélnek 16-ban, összesen 690 milliárd a nettó különbség ebbe az időszakba. Na most, hogyha azt nézzük, hogy ebből 600 milliárdot EU-s pénzből kórházak fejlesztésére, betonba, csőbe, villanyvezetékbe, útba, és mentőautóba fektettek, akkor egyből látszik, hogy 90 milliárdot tettek hozzá 8 év alatt a kórházi működéshez. Tehát ez egy rosszul ülnek a lovon, sőt nem is lovon ülnek szerintem, hanem arról szól a történet, hogy mindig bekeverik az EU-s fejlesztési pénzeket a működési kiadásokba. És a magyar egészségügy azért sikít már 10-15 éve, nem most 8 éve, 15 éve, hogy a működési kiadásokat nem fedezik a tényleges mennyi működést. Mennyi hiányzik? 600 milliárd. 600 milliárd évente, nem 8 év alatt. Évente. Ez hogy alakult ki? Tehát ugye ez egyre növekedett, fokozatosan? Ez nagyon egyszerűen alakult ki. A Gyurcsány kormánynál, amikor beesett a világválság, akkor gyakorlatilag minden olyan kiadást lesimítottak, ami úgy vélték, hogy elodázható egy évre, két évre, öt évre. 10-ben így vette át a Fidesz, elkezdtek jönni az EU-s pénzek, és mindenki nagyon örült, hogy hú, egészségügybe pénz kerül, viszont a működési kiadásokban csak az utolsó két évbe léptek. Mind járóbetegbe, a járóbetegpontnak az emelésével, mind a HBC-be, és még itt is betettek egy kis csavart. De uniós forrás nem lehet működésre költeni. Világos. Nem? Ezért mondom, a 600 milliárd a EU-s, a 90 milliárd az a magyar költségvetés. Tehát az arányok is látszanak, hogy 15%-át költötték magyar pénzből. És ami még benne volt, hogy hiába emelték meg az alapdíjakat, egyből lenormálták a teljesítményvolumen korlátot. Magyarul... Na, mondjon egy konkrét példát, hogy mindenki megértse. Tehát 150-ről 180 forintra emelték a német pontnak az értékét. Ez a német pont. Ebben számolják el a kórházi rendelőnzeti tevékenységnek a költségeit. Igen. Ebben benne van a bér, a rezsi, a fűtés, a minden. És hogyha megemelem ugye a 20%-kal a német pontot, akkor mindenki azt hiszi, hogy 20%-kal több pénz jut egész évben a járóbeteg ellátásra. Nem így történt, hanem a
a határt, a plafont lejjebb szorították, amíg 100%-át fizetik, mert a 100% fölött már csak a 90-80-70%-át fizetik, és ezért van az, hogy egy rendelőintézetbe elvégzett mondjuk ultrahangvizsgálatért majdnem fele annyit fizet a biztosító, mint a magyar állampolgár, ha bemegy egy magán intézetbe, és ott kifizeti a tényleges költségét a vizsgálatnak, még esetleg profit sincs rajta. Ugye nagyon sokat beszél arról a kormány, hogy ennek a sok-sok pénznek, amit az egészségügyre fordítunk, nagy része a dolgozók béremelésére ment el. Ez annyira nem volt sikeres, mert amikor legutóbb előrehozták a következő béremelési fázist, annak az lett a végeredménye, hogy két igaz kisebb szakszervezet sztrájkot lengetett be. Most éppen itt tartunk, hogy na, megint egy új táblázatot hozott, mindig készült, nagyon szeretem. Igen. Ez a most hatályos közalkalmazotti bértábla, és látszik benne, hogy ez a minimálbér és a garantált bérminimum, tehát gyakorlatilag a főiskolai végzettség, bár az egyetemi végzettség a szakvizsgáknál is tulajdonképpen, ha nem az egészségügyben lennénk, akkor a garantált bért kapja mindenki. Igen. Ebből megcsinálták a nővérbéremelést, de azért még maradt a BCD kategóriába olyan, akik alatta vannak a garantált bérnek, holott van egy szakvizsgának, vagy egy szakmunkás bizonyítványnak megfelelő szakképesítése. Tehát és most azokat emeltek ki, akik a 180 ezer alatt forint alatt vannak. Hát igen, ez a... Tehát ha valaki belép a pályára egy főiskolai diplomával, akkor elvileg 180.500 forintot kap, mint hogyha egy szakmunkás belép a Rába gyárba, és ott elkezd dolgozni nulla. És aki dolgozik már 11, tehát 33 éve, még annak is ennyi. Az egészségügyi már javult valamennyit, tehát azon látszik, de még ott is sárgák, és hogyha megnézzük a szakorvosokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag aki belép, ezek a nettó összegek, 300 ezer forinttal lép be egy szakorvos a rendszerbe. 300 ezer forinttal. Ők mindig a bruttó, meg a szuperbruttót mondják, és ez a szakorvosi bér, ez például a házi orvosokra nem érvényes. Ez például a önkormányzati rendelőintézetekre nem érvényes. Ez a 600 milliárd, amit emlegetett, hogy ennyi hiányzik, ennek mekkora része tenné ki azt a béremelést, amivel ez a probléma rendeződne? Két ütemben az évente bele kell tenni a rendszerbe. De mennyit? 600 milliárd. De az a 600 milliárd az egész béremelésre kellene, hogy elmenni? Nem. Ebben vannak olyan működési költségek is, hogy például hány mentőautó fusson egy nap a városba, hogy például az otthoni szakápolásba egy 60 ezer lakosú városba hány ápolónő dolgozzon ebbe a nővér szolgálatba, hogy például ha praxis közösségekbe gondolkodunk, akkor 4 háziorvosi praxishoz legyen egy gyógytornász, vagy legyen egy diabétesz gondozást vezető nővér. Tehát személyi fejlesztés, adminisztrátorok hiányoznak. Legalább 10-12 ezer adminisztrátor hiányzik az egészségügyi rendszerből, ezért van olyan, hogy például Záher főorvos személyesen kell, hogy telefonálgasson egy beteg áthelyezésére, holott ezt egy kiképzett profi adminisztrátor lehet, hogy 10 perc alatt elérni. Ami még hiányzik, és most nem egészségügyi témára váltunk hirtelen, az, hogy hogy áll az ön egyéni jelöltsége a 12. kerületben? Mert hogy, na, miért nézi az óráját? Ha ma délig döntenek a pártok, hogy milyen módon koordinálnak, és hogyan mondanak le esetleg egy ott indulásról, hogy ez a régen hangoztatott szlogen, hogy minden választókerületben egy olyan jelölt induljon, akinek esélye van. Kinyúlik a sztori. Ugye Bauer Tamás indulott az MSZP-DK megállapodás következményeképp a DK színeiben. Így van. Őt felmérések szerint nem biztos, hogy olyan esélyes jelöltnek tartják, mint ön. Elvileg népszerűséget, ismertséget mérő felmérés sokkal népszerűbbnek tartja önt, bár igaz, az még Vágó István mérte, de Vágó István egy jóval ismertebb DK-s politikus. Magyarán akkor ez most a DK-n múlik? DK-n múlik, LMP-n múlik, Jobbikon múlik, Momentumon múlik, Együttön múlik. Ugyanis senki nem mondott még semmit? Senki nem mondott semmit. Én annyit mondtam, amikor beszéltem politikusokkal, illetve beszéltek velem, hogy lenne kedvem indulni, mondtam, hogy nem kedv kérdése, megállapodás kérdése. Amennyiben minden párt elindítja a jelöltjeit a 12. kerületbe, mert egy bukókörzetnek tartják, akkor nincs értelme ezért harcolni és ezen dolgozni. Tudna önöt nyerni? Hogyha egy jelölt lenne, mint Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter, akkor biztos, hogy van esély arra,
hogy pontosan az egészségügy sanyarú sorsa miatt, mert Budapesten szerintem a 12. kerületben a legrosszabb az a járóbetegellátás a János Kórház miatt, és a sportkórház elköltöztetése miatt, és pont azok az emberek sűnyvik meg ezt a rettenetes helyzetet, akik a legszegényebbek, akik nyugdíjasok, kisnyugdíjasok, hát ott még laknak. Ha megállapodás is lesz, akkor most nagyon röpke idő alatt kellene 500 aláírást. Erre én azt mondtam, hogy aki 3 nap alatt nem tud összegyűjteni 500 aláírást, ami igazolható, tehát ez azt jelenti, hogy 800 aláírást, amiből 500 valid van, az ne induljon el a választásokon, mert a választásokon 30 ezer szavazatot kell elérni, tehát 30 ezer olyan embernek kell elmenni szavazni, aki ránk Köszönöm fog szavazni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.